A klímaváltozás miatt az elmúlt években nagyban megváltozott a korábban megszokott időjárás hazánkban is. Hosszú szárazság után hirtelen esik le nagy mennyiségű eső. Egy évvel ezelőtt nagy problémát jelentett Gesztely település részén Újharangodon az, hogy az eltömődött szikkasztóárkok nem tudták elvezetni a csapadékot. Gesztely község önkormányzata ennek a problémának a megoldására pályázatot nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív programra a meglévő árokrendszer rendbetételére és újak kialakítására. Épp adta, vagy esztendő bizonyította be ezt, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy itt Újharangodon is a csapadékvízelvezető hálózatot rendbe tegyük. Toppos pályázatnak köszönhetően 88 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból most a meglévő árkokat, valamint tesszük rendbe, pucoljuk ki, ugye ezek feltöltődtek, feliszabolultak az évtizedek hosszú során. Valamint vannak olyan részek, ahol ezek az árkok, tehát ezek a valamikori szikkasztó árkok nem épültek meg, nincsenek. Tehát van olyan utca rész, szakasz, ahol árkokat is készítünk. Tehát nem csak helyreállítjuk ezeket a régi árkokat és pucoljuk ki, hanem új árkokat is készítettek. A kapubeállók, az autóbeállókat, azokat elkészíti, most tartalmazza ez a pályázat. Átereszek cseréjére kerül sor ezzel kapcsolatosan. Itt a csapadékvíz hálózatnak a teljes hossza 3,7 kilométer. Ez a kivitelezés, vagy ez a munka már most befejeződött, tehát május 31-e volt a határidő, itt tudtuk tartani, hál' Istennek, a mérföldkövet. Ez a teljes település területére vonatkozott ez a pályázat. Itt egy befogadó van, a Laposi patak, és tehát a munkálatok végülis lefették a teljes területét a településnek. Az újharangodiak nagyon örülnek a beruházásnak, hiszen ez az új árokrendszer megoldja majd a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék elvezetésének problémáját. A település rész ebben az esztendőben a pályázati forrásoknak köszönhetően folyamatosan fejlődik.